A teljes kezdőnk, csak így a neveket felsorolva, Somodi, Fülöp, aztán Pintér, Nagyzsombor, Dajcs, Kata, Mezei, Prosser, Bognár, Katona és Lencse. És közben el is kezdődött a találkozó, NB3-as és 2-es találkozókat. Prosser, Horváth védi ki, nagyon kellemetlenül pattant meg előtte a labda, de ez nem hatotta meg Takácsot. Toma szabadrúgása, ott a fejes, és még a... és Somodi üti el! 16-oson belülre a bedobás, és aztán Kovács! Óriási gólt lő! A 20. percben vezet a Kazinc Barcika. A fordítás bőven benne van még a meccsben. Erre a legjobb példa talán a Soroksár elleni találkozó volt, ahol háromszor is hátrányba kerültünk, de végül 4-3-ra nyertünk. Kovács. Befelé lép, Kovács lő, és Somodi boxolni tudja. Somodi vissza, Prosser, nem volt lesen, Prosser Mikló mellett, jó a visszacsel, Prosser lő, Horváth véd. Kata üresen a pálya közepén, Mezei tovább, Katona tovább, Lencse, kicsit éles a szög, Horváth. Nem kellett beleérnie végül a kapusnak. Palincsár, Fülöp érkezik, Prosser. Megvan még nála, Prosser lő fölé. Ott a fejes, és gól! Kiegyenlít az MTK, Lencse László fejel a kapuba. De menteni már nem tudott, Lencse László góljával, tehát 1-1. A vendégcsapatozó szerző a 29-es számmal játszó Lencse László. Lencse. Szépen húzza meg Toma mellett. Katona, fújtik vele szemben, Katona, és most Bognár, ez már lövőhelyzet, Bognár, először csak a csel, most a lövés fölé. Inkább Dajcsnak kedvező szög? Nem, Bognár lő, és egy óriási védés Horváttól, nagyon jó szabadrúgás volt. Többen oda a labdára, nagyot esik Mezei, de mehet tovább. El, Kovács lő, laposan, és ott a lövés, gól! Megint megszerzi a vezetést a Kazinc Barcika. Ez ilyenkor kicsit a játékvezető ítéletén múlik, mint amúgy nagyon sok minden, hogy kimerítette a veszélyes játék fogalmát, Takács tovább engedte, az akció végén pedig gól született. Nagyzsombor. Pintér. Elcsúszik a talpa alatt. Géringer csap le a labdára. Mitruscsák kéri. Mitruscsák, és érkezik Mikló, Mikló helyzetben, és belövi, ezzel eltölt Kazinc Barcikai részről. Eddig 17 meccsen 0 gól volt a mérlege. Itt a vége a mérkőzésnek, Kazinc Barcika, MTK 3-1. Köszönjük szépen a figyelmüket!